Dobrev Klára és társai büntető eljárás elé néznek, mondta Budai Gyula, aki szerint egyértelmű, hogy az Altus ZRT vezetői a közbeszerzési eljárás megkerülésével hajtottak végre informatikai fejlesztéseket. Vendégünk Budai Gyula. Akinek jó estét kívánok. Hadd kezdjem egy picit messzebbről, volt egy lakossági fórum, Hajdúdorogon tartotta, és már tudom, hogy a CEU nem az ön ügye, de hát kapott egy kérdést erre vonatkozóan, és akkor azt mondta, hogy a magyar kormánynak az az álláspontja, hogy oktatási kérdésében államközi szerződést állam az állammal köt. Hát igen ám, csak nem New York állammal tette hozzá, de hát New York állam az egy állam, mint hogy Magyarország is egy állam, ettől lett Egyesült Államok, az Amerikai Egyesült Államok neve. Az nekünk miért nem jó? Igen, mert az Amerikai Egyesült Államok az egy szövetségi állam. New York pedig egy kormányzóság, mint hogy Maryland, vagy más kormányzóság is egy állam az Egyesült Államokban. De egyébként én azt gondolom, hogy ma az én általam elmondottakat megerősítették a kormány részéről is. Tehát sok változás nincs az ügyben. Ők igazából azt mondták, hogy még amit Brüsszel mond, azt sem fogadják. Igen, sok változás nincs az ügyben. Ugye a jogszabály egyértelműben a kérdésben, hogy oktatási megállapodást államközi szerződés keretében lehet kötni. Ettől függetlenül azért én azt gondolom, hogy teljes mértékben nem zárkózunk el a tárgyalások elől. A magyarországi egyetemek, külföldi egyetemek egy része technikai kérdésként kezeli ezt a jogszabályt. A három amerikai egyetem vonatkozásában kettőnél megvan a szándék a megállapodásra. Ugye az egyik a McDaniel iskola, ahol maga az iskola tárgyal. Ebben a kérdésben Altus Kristóf miniszterelnöki megbízott fog tárgyalni. Csak tudja, jól emlékszem, a McDaniel esetében is ugyanaz a helyzet, hogy ott Maryland lenne az aláíró állam, mint ahogy a CEU esetében New York állam lenne az aláíró állam, és nem az amerikai kormányzat, mert azt nem teheti. Ugye az amerikai alkotmány 10. kiegészítése ezt tiltja a kormányzatnak. Így van. Tehát ennek a fényében Altus Kristóf tárgyalni fog a Maryland vezetőkkel, és megvan a hajlandóság, hogy a New York állam kormányzójával is tárgyalunk. De a vége az akkor is az kell, hogy legyen, hogy kormányközi megállapodás kell, hogy szülessen ebben a kérdésben. Minket nem érdekel az amerikai alkotmány? Magyarországot a magyar jogszabályok. Na jó, de erre mondják azt a CEU-sok, miközben nem akarnék nagyon mélyére menni a dolog, mert a CEU vezetése erre mondja azt, hogy szándékosan egy olyan feltételt szab a magyar kormány, aminek objektív okoknál fogva nem lehet megfelelni, konkrétan az amerikai alkotmány. Én nem gondolom, mert ha megnézzünk más oktatási megállapodásot, mindenhol államközi szerződések. Hát csak az amerikaiakkal így nem lehet, csak Marylanddel vagy New Yorkkal. Tehát a tárgyalás lesz, és megállapodás pedig mindenképpen kormányzati szinten kell ebben a kérdésben megszületni. Hát ebben én azt tudom, nagyon nehezen mozdulnak, én úgy látom, már hogy önök. Nem mozdulunk nehezen, én azt gondolom, Marylanddel meg tudnak egyezni. Tárgyalni fogunk. Akkor New Yorkkal miért nem? Most mondtam, hogy a hajlandóság megvan ott is, hogy a kormányzóval tárgyalásokat folytassunk, de mégis azt szeretném mondani, a vége az kell, hogy legyen, amit mondtam. Tehát kormányközi. Csinálják azt az amerikaiakat, amit a magyarok mondanak. Hát jó. És akkor a Welt 2000 ügy, amit itt a beharangozóban is említettünk, 18 milliárdostól meg Dobrev Klárástól ön tett. Ez ügyben néhány érdekes megállapítás. Például azt mondja, hogy a Gyurcsány Dobrev család minden uniós kifizetésre, könyvelésre, az ezzel kapcsolatos dolgokra rálátott. Így tehát elmondható, hogy kiszervezték az informatikai rendszert, és teljes ellenőrzésük alatt tartották. Ez nagyon súlyos mondat, mert hogy ez az informatikai rendszer volt hivatott arra, hogy a teljes uniós pályázati folyamatokat kövesse, regisztrálja, ellenőrzése alatt tartsa. Tehát ezzel ön azt mondja, hogy a Gyurcsány család ellenőrizte a teljes kifizetési rendszert. Így van. Ezen a rendszeren keresztül 12 milliárd, 12 ezer milliárd. Igen. Forint európai uniós pénz ment keresztül. Mettől meddig ennyi? 2003 és 2009 között. Ugye én azt is elmondtam, ezzel kevesen foglalkoznak, hogy 2009-ig a Gyurcsány-Bajnai kormány az európai uniós források 90%-át lekötötték. Önök 2010-ben pont azzal vádolták őket, hogy nem tették. A maradék 10, nagyon sok olyan szerződést, ami már meg volt kötve, azt fel kellett bontani, és ezekből a pénzekből komoly, kemény tárgyalások árán az Unióból lehetett a következő ciklusra áthozni uniós forrásokat. Ugye a költségvetési év az a 2007-2013
közötti. Abból hogy tudta 2003-tól 2007-ig lekötni tételeket? 2009-ig. Én értem, de a 2003-2007 közötti időszak az ezelőtti időszak. A pályázatokat úgy írták ki, hogy ezek a források lekötésre kerüljenek. Ugye a források felhasználásának a tartalma az a 2007-2013. Tehát én azt gondolom, hogy az uniós csatlakozást követően ezek a pályázatok kiírásra kerülték, és ezt követően fokozatosan lehetett a különböző projektek tekintetében a forrásokat lekötni. Az, ennek ellenére, amit mond, az azért súlyos, mert hogy ez a rendszer, amelyikkel kapcsolatban ezt a megállapítást teszi, tehát hogy a Gyurcsány család a ellenőrzése alatt tartott, ez 2014-ig változatlan módon működött, sőt, hát voltak éppen mind a mai napig működik. Igen, ez valóban így volt, és még az is hozzátartozik, ugye, hogy a magyar állam megszerezte ennek a 2014-ben a százszor kis tömegát. Próbáltuk menteni a menthetőt, de én azt is elmondtam, hogy... 2010 és 14 között is a Gyurcsány család ellenőrizte ezt a rendszert? Rálátással bírt végig? Igen, hát ugye magánkézben volt, ez egy magáncég volt, és ennek a cégnek a tulajdonosa volt az a Komáromi András nevű kőbányai szocialista önkormányzati politikus, aki sajnálatos módon 2014-ben meghalt, és ezt követően ez került volt az át. A történet, a kedves nézők talán tudják, ami úgy került be a sajtóba, hogy megzsarolta a magyar kormány. Igen. Azzal, hogy eladja, vagy nem adja el, és gyakorlatilag másnap ebbe belehalt, így van. Miközben aláírta a megállapodást. Igen, de az személy, furcsa nekem, hogy erre rábólint, hogy ez így van, személy, ez így volt? Ez nem, így nem, az, hogy meghalt sajnálatos módon, azt mondom, hogy ez egy szomorú esemény. Nem volt megzsarolva? Nem, hogy adja, nem, vagy nem adja? Nem. Azt mondja el nekem, hogy tudja bizonyítani azt, hogy a Gyurcsány család rálátott erre a rendszerre. Hogy tudja azt bizonyítani, hogy ez a számítástechnikai rendszer feléjük nyitott volt, miközben ez egy zárt rendszer? Teljesen egyértelmű volt a személyi összefüggések alapján, illetőleg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség irányítói szerepében található Dobrev Klára, ugye, aki 2002 és 2004 között, amíg Gyurcsány Ferenc miniszterelnök nem lett, elnök helyettesként kvázi irányított. De 2004-ig, nem 2014-ig, 2004-ig. Ezt követően pedig érkezett az a Hely Péter, aki kb. 8 darab szerződést kötött a Welt Kft-vel. Az a Hely Péter, aki egyébként 2010-es kormányváltást követően az Altus ZRT-hez távozott vezető tanácsadóként, tehát továbbra is abban a bizalmi... Hát jó szakember. Ezek, valóban az Altusnál dolgozik, és valóban követtem. Ezek azért elég egyértelmű és olyan irányba mutató személy összefüggések, amely alapján... De ez azt nem bizonyítja, gondolom, hogy bárki rálátott erre a rendszerre. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen megalapozza azt a körülmény, amely miatt egyébként ugye a keddi napon a Fővárosi Főügyészség nyomozást rendelt el, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlenkezés. Amire már azt mondta ma reggel a hogy rádióban. Én már könnyű helyzetben vagyok. Hogy, az én feladatom, hogy, hogy felelni fognak, ami nem jelenti azt, hogy ez biztosan így van, ha csak nem ismeri már a vádiratot is. Nem ismerem. Elszámoltatási kormánybiztosként ezt is sokszor megkaptam. Érti, az, hogy elindul egy eljárás, az nem jelenti azt, hogy vádemelés indult. Ismerem a vádiratot. Elindult egy eljárás. Ugye én És gondolom ismeretlen tettes ellen, hogyha tettes ellen, de én ebben az ügyben én több kérdést, konkrét kérdést fogalmaztam meg, amire kb. Egy hete állt rendelkezésre a Dobrev Gyurcsány házaspárnak. Rengeteg mindenre válaszoltak. A válasz helyett Dobrev Klára tartott egy sajtótájékoztatót, és elkezdett vádaskodni a kormány vonatkozásában, hogy ha a kormány akarja ezt a pénzt, nem kell megfizetni az Európai Uniónak, és Lázár Jánosnak ki kell húzni a fiókból egy papírt, várjon, és akkor minden el van intézve. Elhiszem, de egy dolog azért nagyon furcsa. A magyar kormány minden megállapítással szemben, amit az Európai Unió szokott tenni, és amely pénzügyi felelősség megállapításával jár, tehát vissza kell fizetnünk valamit, általában minden követ megmozgat, hogy ez ne így legyen. Ez így normális, ez Magyarország érdeke. Ebben az ügyben miért nem? Mert ez annyira védhetetlen ügy, és nincs védhetetlen, hogy maga jogász ember pontosan tudja. Igen, annyira konkrét ténymegállapítások vannak abban a fizikai eljárásban. Vannak ténymegállapítások van, már? Megkaptuk már a dokumentumot arra, hogy mennyit követel Brüsszel vissza? Azokat a ténymegállapításokat, amely alapján ez a 18 milliárd forint megállapításra került, azok megvannak. Én ezt elmondtam, a közbeszerzési eljárás megkerülése, konkrét kijelölése ennek a cégnek. De ezt a közbeszerzési eljárást 2004-ben már vizsgálta egyszer az állami számbevőszék és többször Brüsszel. Ezt igen. Mondta, azt mondja, hogy nem választott konkrétan Dobrev Klára, válaszolt. Ezt válaszolta. Ezt többször vizsgálták, itthon is, külföldön vizsgálták, is. És megállapították, hogy igen, ez eljárást, így van, de nincs de nem gond. A teljes
kifizetési ciklus, tehát nem a 2007-13-ast, hanem részeit vizsgálták. De ez 2004, de nem 2007-13. A vizsgálati jelentés a költségvetési ciklus lezárását követően ezt a 2007-13-as időszakot vizsgálta, és erre vonatkozóan tette ezt a megállapodást. Na, maga jogász ember. Most hadd kérdezzem a jogászt egy pillanatra, várjon egy pillanatra, várjon. Van egy vizsgálat 2004-ben, egy akkori promptügy kapcsán, és utána van több vizsgálat, amit nem Magyarországon, hanem brüsszeli megbízásból végeznek el. Nincs megállapítás. Majd rá 11-2-3 évvel valaki jön, hogy most megvizsgáltam az egészet, és az egész úgy rossz, ahogy van, onnan 2004-től, hogyha kérem vissza a babaruhát. Hát nem mondja azt nekem jogászként, hogy ezen nincsen fogás, hogy olyan nincsen, hogy egyszer azt mondom, hogy rendben van, egyszer elengedem így, majd amikor az egész véget ér, akkor azt mondja, hogy az elejétől kezdve rossz. Tehát aki ismeri az Európai Unió mechanizmusát ezekben a kérdésekben, az nagyon jól látja, hogy lehetséges, hogy egy költségvetési szakasz egy részében nem voltak szabálytalanságok, de amikor az összszakasz vizsgálják... De ezt konkrétan vizsgálták, ezt az ügyet de vizsgálták az egész konkrétan. Folyamatot vizsgálta konkrétan az Európai Unió. És az egész folyamat levizsgálását követően állapították meg ezeket a szabálytalanságokat. Még vitatkozunk, sem érdemes? Én azt gondolom, hogy védhetetlen. Akkor az sem ügy. Érdemes, ha nem Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára van a történet végén? Én egyértelműen, és most akkor a jogászként válaszolok önnek, tehát azok a szabályszegések, amit az Unió a vizsgálati jelentésben megállapított, az még annak a lehetőségét sem adják meg, hogy ne kelljünk vitatkozni ebben a kérdésben. Azt mondta az előbb, hogy az egyik bizonyíték az, hogy arra, hogy ez az egész történet igazából arról szólt, hogy Gyurcsányék rálássanak az Európai Uniós források kifizetésére, pályáztatására, az Hely Péter, mind összekötő kapucs. Mit gondoljak arról az Orbán kormányról, amelynek tagja ma is az a Dányi Gábor, a miniszterelnökségen az Európai Uniós fejlesztések koordinációját felügyelő helyettes államtitkár, aki ennek a KFT-nek a szakmai ellenjegyzője volt, a KFT szerződéseinek. Ott van a szerződéseken, az összes szerződésen az aláírás, ha én jól tudom, de amit láttam szerződést, azon biztosan. De... Erről mit gondoljak? Hát akkor az Orbán kormánynak is ott a beépített embere ugyanebben a rendszerben. Ha az egyik oldalon ez vád, a másik oldalon is vád. Én azt gondolom, hogy ebben az ügyben bármit gondolhat, én meg igyekszek tényeket mondani. Nem, én most nem amivel, gondolni próbálok, amivel, én most érteni próbálok. Amivel megpróbálom önt meggyőzni ebben a kérdésben, hogy miért mondtam azt, vagy miért állítottam ezeket de a tényeket, egyiknél, amit állítottam. Ha az egyiknél Hely Péter jelenléte vád, akkor a másik oldalon kérek, Dányi Gábor jelenléte miért nem vád? Ön mondta, hogy nincs vád, hanem egyelőre van egy büntető eljárás, amiben vannak feltételezések, hogy esetlegesen valakinek köze van ahhoz, hogy ez a 18 milliárd visszafizetésre fog kerülni Brüsszelbe. Készült 2010. február 25-én egy ellenőrzési jelentés az EMIR alrendszer informatikai ellenőrzésére. Ebben azt szerepel, hogy Dányi a főfelelős az EMIR rendszerért. Így van itt leírva ebben a jelentésben. És még mindig ott dolgozik önöknél. Még egyszer mondom, tehát nekem az nem baj, hogy a félreértés ne essék, nem őt támadom. Én azért mondtam, hogy én könnyű helyzetben vagyok, mert innentől kezdve ezt a vitát nem nekem kell megvívni Dobrev Klárával és Gyurcsány Ferenccel, hanem a nyomozó hatóság fogja ezekben a kérdésekben, amit én is kérdeztem, közbeszerzés, miért történt. De mégis megnevezi, kiket lát bűnösnek. De ezek, a négyes metrőgyében ma reggel kimondta, hogy Demszky Gábor ezek tény megállapítások. A teljes károkozásért, miközben még a károkozás maga sincsen szerintem meghatározva. Ez egy picit csúsztatás, mert én kifejezetten a metró vagonok szerződésével kapcsolatban nyilatkoztam, hogy Demszky Gábor felelőssége 68 milliárd volt, ugye? Ebben a kérdésben. Így van. Én elszámoltási kormánybiztosként 2010 és 2011-ben kifejezetten csak a metró vagonok beszerzésére vonatkozó részt vizsgáltam. Valóban ez abból miért nem lett ügyfele, ezt akkor legnagyobb, is tudta már. Én átadtam az ügyet a főpolgármester úrnak, indult egy büntetőeljárás. Ezt a kérdés egyébként sok-sok ügyben föltehetné nekem, hogy egy adott ügyből miért nem lett büntetőeljárás. Hány ügye volt összesen? 300-ról beszélnek, volt annyi? Húha. Igazán, ami büntető szakba jutott, az 66 eljárás és volt. Hányban született az önigazát igazoló, elmarasztaló ítélet a végén? Hányban abból született? Abból a 300 ügyből, amiből 61 néhány. A jogerős ítélet egyedül a volt honvédelmi miniszter Juhász Ferenc ügyében született, ugye ahol elsőfokon
felmentették, másodfokon elítélték, harmadfokon felmentették. Tehát a jogerősen az sem. A többi ügyben, meg. Az már jogerős, a többi ügyben a Sukkorói telekcsere, a Moszkvai Kereskedelmi Központ, és akkor sorolhatnám az ügyeket, még folyamatban vannak az eljárások. De én azt gondolom, hogy aki ismeri a magyar igazságszolgáltatást, az azért nincs azon meglepődve, hogy például a Kulcsárpert 15 éven keresztül tárgyalták. Ezekben az ügyekben legalább már másodfokig eljutottunk, és ha minden igaz, akkor ebben az évben a jövőre lezárásra kerülnek. Azért ezért nem én vagyok a felelős, én azt gondolom. Köszönöm, hogy én köszönöm a lehetőséget.